15 bugátos fiatal várta kedden délelőtt, hogy bizonyíthassa szakmai tudását a Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny vármegyei döntőjében. Az országos megmérettetést a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szervezésében tavaly ősszel hirdették meg az egészségügyi szakképzést nyújtó intézmények tanulói számára. A verseny maga arra hivatott, hogy népszerűsítsük egyrészt az egészségügyi pályát, hiszen a versennyel be is mutatjuk ezeket a szakterületeket, másrészt, hogy növeljük az egészségügyi képzés presztízsét, elismerjük azoknak a diákoknak a tudását, akik kiemelkedően teljesítenek, illetve az őket felkészítő tanárokét is. 43 iskola több mint 600 tanulója vesz részt a három fordulós vetélkedőn. A második forduló ünnepélyes megnyitóján Mészáros Attila alpolgármester örömét fejezte ki, hogy ilyen és hasonló versenyeket szerveznek városunkban is, hiszen fontos, hogy minél több fiatal válassza az egészségügyi pályát. Hozzátette, megyei kórházunkban az alapellátásban és a szakellátásban is nagy szükség van szakemberekre. Buzdítunk mindenkit ezúton is, hogy egyébként itt Székesfehérváron a bukát technikumot választ a tovább tanulás szempontjából. Másrészt pedig szeretném megköszönni a kamarának, hogy ezt az országos versenyt megszervezte, és itt Fejér megyében is Székesfehérváron a mai napon ez sorra kerül, hiszen nyilván fontos itt is, hogy a fiataloknak legyen plusz motiváció és olyan lehetőség, ahol összemérhetik tudásukat, de azt gondolom, mind-mind azt a célt szolgálja, hogy minél több Székesfehérvár és megyei válassza az egészségügyet. A 9. osztályos Dominiknek már komoly tervei vannak a jövőt illetően, traumatológus szeretne lenni. Mint mondja, szeret segíteni másokon, ezért is választotta ezt az iskolát. Volt egy verseny, egy ilyen vöröskeresztes verseny, amin nagyon jó helyezést értünk el, országos másodikak lettünk, és így megjött a kedvem, mert pont pályaválasztás előtt voltam. Ezért választottam. A gyakorlati verseny során a versenyzők egyenként szimulációs feladatot végeztek el. A cukorbeteg páciensnek kellett vércukorszintet mérni és az ehhez kapcsolódó feladatokat ellátni. A legjobban teljesítő három tanulót díjazták, és akik országosan ezen a napon bejutottak a legjobb 10 közé, tovább jutottak a márciusi döntőbe.